egy másik út, nem? Zsiráffal barátkoznak a szülők és a gyerekek. A Magyar Nemzeti Cirkusz sátrát ugyanis kisebb állatkert veszi körül. Szeptemberben idén is megérkezett Győrbe Magyarország legnagyobb utazó cirkusza. Arany volt a porondon a címe az idei vadonatúj műsoruknak, amiben a díjnyertes produkciókat is láthatja a közönség, amikkel sikerült diadalmaskodnunk Monte Carlo-ban, ugye a cirkusz ezek Oscar-díját nyertük el. Ezen kívül a világhírű Gerling csoportot láthatja a közönség, akik egy hetes piramissal sétálnak végig a drótkötélen, élő zenekar kíséri a műsorunkat, fantasztikus állatok, öt afrikai elefánt, a világ legnagyobb egzotikus állatszáma. Tehát valóban legszínvonalosabb cirkuszműsorát láthatja a közönség. A társulat számára nem csak szakmai elismerést jelentenek a monakói díjak, de a növekvő nézőszám is jól mutatja, a közönség is szereti a színvonalas, igényes produkciót. Nagyon nagy figyelmet kapunk, hál' Istennek, a médiától is itt Magyarországon, és a közönség is értékel, és valóban egy ünnep, amikor eljön 1500 néző, és felállva ünnepel minket a cirkusz porondján. Tehát én úgy gondolom, hogy megérte ennyi munkát és energiát belefektetni ebbe. Néhány héttel ezelőtt járt nálunk egy cirkusz szakmai szaklap, aki Európa legszínvonalasabb műsorai között emlegette a mi műsorunkat. Úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, hogy nem csak Magyarországon vagyunk a legszínvonalasabbak, hanem most már szinte Európában is a legjobbak közé tartozunk. És hát említhetnék itt még nagyon sok részletet a műsorból, de úgy gondolom, hogy ezt mindenkinek látni kell. A Magyar Nemzeti Cirkusz szerdától egészen vasárnapig várja a vendégeket. A cirkusz több mint 100 idomított állata között van teve, zsiráf, elefánt, zebra és oroszlán is.